Ebben határában a rajt és a cél helyszínén ilyen és ehhez hasonlatos jelenetek gyakoriak voltak az országúton. Zajlott ugyanis a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Klub által minden évben bevállalt országos idénynyitó verseny az országúti szakákban, amit megtisztelt jelenlétével a komplett szerb válogatott is, elhozva a felnőttjei mellett az ifiket, illetve a juniorokat is. Ez önmagában is már jó felmérő volt a magyar korosztályos és felnőtt elitnek, őket megverni, de még csak partiba lenni is, nem volt egyszerű történet. Az elit U19, illetve U23-as mezőnyben ott elég erős mezőny jött össze, talán eddig a legerősebb a szerb válogatott 12 fővel. Itt volt négyen az ifiből, négyen U23-ból, illetve négyen az elitekből, és ezen kívül is legalább 20-30 szerb más korcsoportokba is. A kezdőktől az elitig mintegy 200 bringás vetélkedett az év első országúti versenyén, ahol köröket kellett teljesíteni a versenyzőknek. A felnőttekre már 4 kör és 110 kilométer várt, de U19-ben is 85 kilométert kellett a mezőny minden tagjának teljesíteni. A várakozásnak, a papírforrának megfelelően a szerbek diktálták a tempót és uralták is a felső korosztályokat. Hármas szerb győzelem az elitben, de maga a verseny az felettébb kiegyenlített és nehéz volt a sűrű dombokkal telített Tevel kisdorog körpályán. Yes, we are looking for a good... 2-3 éve már jártam itt, vissza is vágyódtam erre a versenyre. Változatos, érdekes volt most is a küzdelem, sokan próbálkoztak elszökni, és ezek meghiúsultak. Azt hiszem, hogy a jó erőbeosztás és a mögöttem levő csapattársak segítettek a győzelemhez, ahhoz, hogy a végén már nem volt igazán ellenfelünk, és egymás között dönthettük el a versenyt. Éles volt a vége is azért, de alig, ha nem, a csapattársak azért valahol hagyták, hogy én nyerhessek, aminek örülök a következő szlovén verseny előtt. Az nehezebb lesz, de a mezőny viszont talán gyengébb, így hát egy újabb jó szereplésben mindenképpen reménykedek, mondta kellő nyíltsággal és őszinteséggel Marko Danilovics, aki egyébként az otthoni rangsorban az egyik meghatározó szerb kerékpáros. Kisajátították a dobogó mindhárom fokát déli szomszédaink az U19-ben is. Örvendetes, hogy a szerbeket mindjárt egy magyar, mégpedig egy szekszárdi követte, a versenyszerűen mindössze csak 1-2 éve kerékpározó Mak Márton személyében, amely eredmény a negyedik hely felettébb biztató számára a közeljövőt illetően. Azért magyar győzelemnek is lehetett örülni a teveli kanyarban. A legújabb szekszárdról induló szép reményű magyar tehetség Mészáros Bence már egy holland csapathoz szerződve meg tudta nyerni ugyanis az U17-es korosztály számára kiírt 75 kilométeres távú idénynyitó versenyt. Az elején próbáltam spórolni sokat, csak a hegyeken mentem előre. Próbáltam egy tempót menni, második körben támadtam az első hegyen, ott sikerült elszakadnunk páran, forogtunk, és hazaértünk a végén így négyen, és itt a végén sprinteltünk. A sok gonddal küzdő szekszárdi kerékpársport hírnevét tovább öregbíti a Mészáros Bence remek győzelme.